Égett a munkacsapatok keze alatt Reziben. Dagasztották és fűszerezték a kolbásznak való húsokat, de a pálinka sem hiányozhatott az asztalról. A csapatok többsége hagyományos kolbászokat töltött, de voltak, akik különleges módon gyömbérrel, korianderrel fűszerezték a húsokat. A csapattagok azt is elárulták, hogy mitől jó a kolbász, a recepteket azonban megtartották maguknak. Minden benne legyen, aminek benne kell lennie. Természetesen kulisszatitkokat nem árulunk el, mert a többi csapat figyel, és semmi kedvünk hozzá, hogy lekoppintsanak minket. A kolbászok mellett más finomságokkal is várták a program résztvevőit. Sült vér és hurka is került az asztalra, de párolt káposztás, füstölt húsos szendvicset is kóstolhattak a látogatók. Németh Tamás smokerben készítette el a kolbászt, amit majd a zsűri elé tálalt. Az így készült étel egészen más, mint a zsírban, olajban sült társai. Teljesen máshogy viselkednek a zsírok akkor, amikor így ilyen füstös közegben sül, mint hogyha elmész egy ilyen pecsényes sütőben, és ott ilyen bőzsírban, vagy ne adj Isten, igazából több olajban sütik igazából, mert ott, ami kisül belőle, az vissza is szívei. Teljesen más állaga van igazából, mert ami úgymond ilyen káros zsírnak számít, legalábbis az én számításom szerint, az mind távozik belőle. Az idei rezi kolbásztöltő sem csak a jó hangulatról szólt. A csapatoknak, amellett, hogy finomabbnál finomabb étkeket készítettek, a zsűrinek is be kellett mutatniuk a tudásukat. Hetes, jó. Ezúttal is lehetőség volt bármilyen disznótoros ételekkel nevezni, a többség azonban a kolbászt részesítette előnyben. A zsűrit nem csak az ízekkel, hanem kreativitással is meg lehetett győzni. Találkoztunk egy olyan étellel is, ami hát nem hagyományos a magyar konyhában, viszont az újszerű ötlet biztos, hogy jó fogadást fog kapni, mert a street food kategóriába lehet elképzelni ezt az ételt. Tehát egy olyan szendvicset is készítettek, amihez kolbászt és sült tarját használtak fel. A rezi program a Várbarátok köre szervezésében indult útjára 2012-ben. A kolbásztöltőn minden évben lehetőség van támogatói és tombola jegy vásárlására. Az ebből befolyó összeget mindig a közösség javára költik el. 2019-ben fagyermekjátékokat szeretnének vásárolni. Mindezek mellett fontos cél a szórakoztatás is. Azzal a céllal hoztuk létre, hogy egyrészt illeszkedjünk mi is a térségi téli turisztikai kínálathoz, másrészt a gasztronómiai múlt feltámasztása vagy életbentartása is talán cél lehet. De van egy újabb cél is, hogy most már találkozunk a szomszédainkkal, a barátainkkal, így év elején, mondjuk az, hogy köszöntsük együtt az új évet és egy ilyen szép gasztronómiai rendezvényen. A 8. rezi disznótorosnak az idei évben is a Laki Demeter turistaház udvara adott otthont, ahol a csapatok már a tavaly felépült rendezvénypajta alatt tölthették a kolbászokat.